mondhatjuk azt, hogy le a kádára, nem az, hogy le a rendszerrel. Kessler, elvtárs. Kérte, hogy fáradjak be. Jó, de az nagy élmény volt. Itt az Erzsébet tér, ott a fák között, a túlsó oldalon, az a blow-upnak az épülete, úgyhogy nem igaz, hogy lebontották. Nem, így van. Nem bontották. Mert az a szürk, az az. Az épülete, és ott szembe a Franz Josef Strasse, abba kéne belemenni, és ott valahol parkolni. Csak kicsit körbejárjuk ezt az épületet. Nézd, ebből a szögből ugyanígy van meg nekem a filmemen, a régi filmen. Itt voltak a vitrinek így oldalt alul, ilyen kerek vitrinek, és abban volt az egyikbe beleírva, hogy Illés, a többi pedig, hogy kik jönnek majd még. Hát ilyen nagy, akkori nagy nevek voltak itten felsorolva. Ja, és ott laktunk a fák között. Nagyon színesen. Ez a francia Strasse? Ez a francia, oda bemegyünk. Ott a 13-ban laktunk. Na, ott baloldal. Ez volt az, igen. Ez az egeres. Ez az erkélyes, igen. 18. Mondtam, hogy 18. Ez volt az. Én győztem. Ez volt az, és onnan köpködött a Szabolcs abból a kiugróból. De itt volt egy kis tér, emlékszem, itt van. Ez a tér van. Itt van, és az a középső. Ez az gyerekek, hát olyan. Abból a ott a kiugróba voltunk. Látjátok, ott a márványtábla. Itt köpött a Szabolcs, oda van írva. Ott köpött ki abból a kiugróból. Ott kajáltunk mindig abba a kiugróba. Ha ott van, látod? A kiugró. És ott van. Lehet, hogy, hogy e fölött volt az izé, mindjárt köpköd a Szabolcsa. De ez volt az épület, nem? Amit tegnap igen, néz? Amit tegnap szerintem. Nem, talán egy erkélyes mutattatok, de nem az erkély. Szerintem az erkély. Az e fölött van. Az erkély, igen. Géza dolgozik. Géza egyébként mindig csak a kamera kedvéért dolgozott a ródunk. Na itt forra izé. Ez az. A Globus konzerv. Ez az, gyerekek. És itt fogsz köpni ki be. Igazi, hamisítatlan. Valami székely gulyás vagy mi a fele. Hamisítatlan zenész nézzek, élet. Ezt nézzek. Szabolcsa. Köpenyben nézzek, jó proliasan. Hamisítatlan. Mozgatjába köpenyben. Zergult. Zergult. Ám. Na itt a Lajos. Hazudok én, gyerekek? Ja, Lajos meg mi jobb volt? Azt mondom, veszi, eszi a sajtot jobb fogyasztott. De úgy tartja a sajtot, mintha kenyér lenne, érted? Illúzió. Meg a kemény tojás, kenyeres. Nem látszik. Ah, ott a kenyér. Na, van ott bröltyem, kenyér, minden. Jó létünk különben. Ja. És a forró. Ott a konzervet forró kell kinyitni, és azért minden szalvétát meg... Spiccelt ráadásul. Ezért... Na, a szalvét kaja után visszafekszik az ágyba. Később elment a vécére. Főgyújtja a paplant. De nem mindegy ilyen házmester. Abban a szar frontír között. És várja a kapupénzt, hogy mindjárt jön, mi? Figyelj. Ez különben nappal van. Először csak káromkodok. Csóválom a fejem. Kúcs! A fejem! Hagyjátok picsit! Nem lehet aludni! Na itt jön a... Itt jön a izé a... Ja, ez is székely káposzta volt. Itt és a Géza megint a film kedvéért mosogat. Bioponnal, nézd meg, hogy ja. Vittünk Bioponnal. Tüntetően! Ja. Persze, hogy rajta lehessen a filmen, azért hajlandó volt elmosogatni. Egyébként meg verni kellett. Ja, itt is két csap van, nézd meg, külön a forró víz, meg külön a hideg víz. A kéglia, ne haragudj már. Nem azért osztunk ki, tehát, hogy itten hegyéjé. Jól élj. Hogy jól élj. Hát aztán tudod, itt most be volt világítva, meg minden. Ja, hát ez volt az, igen. Ez most az ablakból van felül. Ablakból van, igen. Hát akkor ezt, akkor tulajdonképpen a technikus az a baráti körből jött ki. Drukker valójában, úgyhogy a rajongó, aki úgy kedvet kapott ahhoz, hogy ezért... Aztán nem volt azért könnyű munka, mert ilyen ládákat
felszágolni a színpadra minden este, meg nem tudom én. Hát aztán, és ezt még ingyen csinálták a legelső időkben. Csak azért, hogy, sőt, volt olyan technikus, amíg buli közben, például Nógrád verőszén, föllépett a színpadra, hát arra a kis alacsony színpadra az egyik lábával, és csak úgy megfogott egy potmétert csak azért, hogy is mosolygott valami csajra ott, hogy ő neki, hogy ő egy bennpentes ember. Kérlek szépen, itt vagyunk Kisoroszlyban, a Szentendrei sziget Csücskénél. A Csücske, amit itten Spicznek hívunk, az innen egy 2 kilométerre található. Kisoroszlyt csak hajóval lehet megközelíteni, kishajóval, a Nagy-Dunáról és a Kis-Dunáról is. Úgyhogy ez egy speciális hely, kijárat, bejárat autóval csak egy helyen van, arra lefele. Úgyhogy azt hittük, hogy mi itt nagyon meg vagyunk védve mindenféle rossz fiúktól, de tévedtünk, úgyhogy polgárőrség működik, aminek hát én is tagja vagyok. Ő azért dolgozik elég sokat. Egy nagy megbecsülésnek örvend ott, hogy végigmegy a falon, megsüvegelik, meg komoly. Meg a felesége is nagyon tevékeny, ott ő ott vezet, ott népi tánccsoporttól kezdve, hittanlecke, keresztelés, temetés, minden van. Tehát ők végeredményben ők ebből Lajoson a Szalai utcában lakott a parlament mellett, nem messze ott a Szalai utca, pesti lévén, aztán szépen kisodródott. Hát én nagyon becsülöm benne, mert én is törzsgyökeres pesti vagyok, és én nem tudom megszokni azt a jó falusi levegőt. Illés Lajos, voltam. Káli hegyek, uraim, tessenek élni a lehetőséggel. Itt van, aki marra nagy kávé, és ebben még pluszban van, úgyhogy ezt azért kellett itten hirtelen megcsinálni, mert 16 óráig nincs víz. Amikor volt a Budapest sportcsarnoki három budink, és utána Lajosnál csináltunk egy ilyen, akkor mindenkinek borja, mindenki oda jött, mindenki ki, három rodi gyerek, a nem tudom, 6 illés unoka, mi vagyott akkor, hogyha 5 illés unoka volt. Szóval mindenki összejött ott a Lajoséknál, a halászlé, Isten tudja hány üveg sör, hány üveg pezsgő, hány üveg bor, és ott beszélgetünk, és egyszer csak azt mondom ott valakinek, gyere sétáljunk le már a Dunapartig. És jövünk vissza a Dunaparttól, de mondom, tele voltunk minden földi jóval ott a Lajoséknál, és ott volt egy kis bodega. Hát erre mit mondjak én, egy főember, mondom, menjünk be a bodegába, hát mégis egy kocsmának más a hangulata. A következőképpen fogadtak azt, hogy jó, hogy jössz, a másik 4 már volt itt. A Ganzmávamnak volt egy óriási nagy, úgy hívták, hogy kolónia. És ott laktunk. Apám ott dolgozott a mávakba, már a nagyapám is, úgyhogy ott laktunk, ők kispesti emberek voltak, a nagyanám, nagyapám. Szia, Gábor! Én vagyok Lajos. Második elemista koromban apám eldöntötte, hogy most aztán te is fogsz menni, mint a többiek, zongorázni. Így. És vett is. Aztán nem volt zongoránk még. Aztán nem tudom honnan a csodából, hogy részletre vett egy zongorát rá fél évre, mikor mondta a zongoratanárnő, hogy megkérdeztettük, hogy érdemes ennek a gyereknek csinálni, azt mondta, hogy érdemes, akkor fogalmam sincs, hogy honnan, mert iszonyú szegények voltunk, meg mindenki ugye abban az időben. És valahonnan mi részletre. Arra emlékszem, hogy még anyámmal vittük a részleteket a Rákóczi út elején. Volt egy zongoraterem minden hónapban. Elsétáltunk, gyalog. De tényleg a zene valahogy iszonyú nagyot dobott ott akkor, az akkori életben, mert emlékszem, hogy úgy örültem, mikor hogy május 1-e környékén a kitűnő mávak fúvó zenekar ott a végig masírozott a környéken, és hát én és a többi gyerek mentünk mögötte, és mit tudom, húzta a szamára nagy dobot, és fantasztikus volt, és az egész zene, és minden. Egyszerűen, mint egy kígyó, aki megbűvölt, hogy
mentem, és az a csodálatos érzés, hogy de jó. Osztályunkban volt egy-két gyerek, aki szintén tanult valamit, ezt-azt, és már ott egy kis ilyen osztály zenekart csináltunk, meg általánosban, és mentünk át a leányiskolába, ami szigorúan el volt szeparálva a fiúktól, csak ablakon keresztül néztük egymást, jó 500 méterre, iszonyú nagy iskola az a Stvajda Péter, régen Simor, és ott csináltak ilyen tejbulikat, és akkor oda mi mentünk, már játszottunk, kérlek szépen, már voltam vagy ötödikes. Elég strébel gyerek voltam, szóval utálom is visszagondolva magamat. Új! Szóval az, akit most látok egy ilyen gyereket, úgy föláll a szőre hátam, és úgy adnék neki egy akkorát, te senki házi. Mindig odálltam a sor elejére, és többiek mondták, hogy elsőnek, ugye? Engedtem el osztály titkár, vagy mit tudom én, hogy hívtak meg, engedtem. És ezt úgy baromira élveztem. Szörnyű. Az a 10 év, amíg én a Lillától külön írtam, tulajdonképpen a teológiát ő sem normális, tehát úgy normálisan végezte, hogy gimnázium után jelentkezett, hanem abban az időszakban végezte el a teológiát, amíg nem voltunk együtt. A Dávid Filmansz gimnázium után jelentkezett. Úgyhogy az ott az érdekes, hogy Lila egy évvel korábban szentelték fel, mint a fiamat. Tehát ez is egy olyan érdekes dolog az életben, hogy... De lehet, hogyha én nem mentem volna el akkor lehet, hogy ez nem is jött volna létre ez a dolog is. És ő is tulajdonképpen ekkor találta meg a hivatását, és mert kitűnő és csodálatosan csinálja, amit csinál. Szóval annak a 10 évnek és valamiféle már maga az, hogy elmentem, nem értem még a mai napig is, hogy történt. Szóval valami egészen furcsa erő. Úgy éreztem, hogy nem tudok ellen állni neki. Szóval az valahogy elvitt, és akkor valami ugyanez a hasonló erő hozott vissza. A Lilla a papi szentelése előtt egy héttel. Papni az, ha két tisztességes, egyenes hangot le tud ütni a billentyűn, annak kötelessége szolgálni az Isten tiszteleten. Úgyhogy nagyon sok helyen úgy van. És ezt imádom csinálni örömmel, és tényleg alig várnám, mert ez olyan csodálatos dolog, amikor ezeket a zsoltárokat és különböző dicséreteket énekel a gyülekezet és orgánát. Ez valami olyan, az Isten tiszteletnek egy nagyon fontos része, hogy ott úgy szinte lehet látni az arcukon, hogy most tényleg minden vacakságot elfelejtenek, és azokat a gyönyörű lélekhez, szívhez szóló dallamokat éneklik, és szeretnek énekelni, és úgyhogy én meg aztán időközben megtanultam, hogy éneklik ezeket már évtizedek, évszázadok óta, ezeket a zsoltárokat, mert a kott az nem eligazító, mert a negyedek és a nyolcadokat ők egyformán éneklik a legtöbb gyülekezetben, úgyhogy csak a egy-két városi gyülekezet tartja be a pontos ritmikát.
Hát nagyon egyszerű volt. Bele szerelmesedtem a feleségembe, és elvettem. Érdekes, mi? Aztán 12 évi, ez már a zenekar felbomlása után elváltunk, és utána ezelőtt 10 évvel pedig megint elvettem az első feleségemet. Sokan azt mondják, hogy az azért, mert hogy a könyvtáramat még egyszer nem akartam megvenni, de ez nem igaz, ez hazugság. Akkor is szerettem a Lillát, amikor elmentem, és őt annyiszor második házasságban volt, hogy sokszor nagyon sarokba szorítottak, hogy mondjak már róla valami rosszat. Bármi rosszat Lilláról. Nem mondtam, és nem tudtam mondani. Egyszerűen. Teljesen ő. Nem értem. Teljesen elvesztettem az eszemet, vagy valami odalakott, vagy mondom, nem tudom. Szóval vagy annyira esetleg ilyen a szerelem, hogy ennyire nem tud az ember gondolkodni. 3 gyermek van. Dávid és Áron az első házasságomból, és Bence a másodikból. Dávid fiam Budafokon református lelkész. Van neki 4 gyermeke, 3 leányka, meg egy fiúcska, és Áron fiunk pedig Mezőkövesden maradt, ragadt, mert mi itt kisoroszi előtt mi Kövesden és környékén szolgáltunk. Neki is van 2 gyermeke, egy fiúcska, meg egy leányka, tehát összesen 6 unokával bírok. Most szeretnék 2001 egy rock-opera szerűséget csinálni, és hát ezt csinálom most ezen a ketyerén. Ez arra jó, hogy mindjárt együtt hallom a hangszerelést, meg a különböző árnyalatokat, úgyhogy ez nagyon hasznos. Hát 2000, mitől 2000? Jézus születésének az évfordulója. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy én tőlem elvárható itten a mezőnybe, hogy én is ezügyben egy születésnapi ajándékkal előálljak. Rajta van egy jó 2 órányi anyag. Legyen ez. A flutus az egy melódiaszerűséget imitál. De valami nincs rendesen beállítva, hála Istennek. Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsák, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra. Azt hiszed, hogy mindig minden megbocsájtunk, azt hiszed, hogy megtagadjuk minden veled lenni, tudom, szép volna kedvesem, virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen. Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna kedvesem, virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választva senki sem. Hogy ez jó így, el ne hidd, hogy minden rendben bárki szédi. El ne hidd, hogy megváltoztunk vezényszóra, el ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa. Sárga rózsa. Yeah.
tudom, szép volna, kedvesem. Virág szintjem, te sem vagy már, nem ad választ, ha senki sem. Például a miért hagytuk, hogy így legyen a mai napig az egyik klasszis nótánk az illéssel. Tehát a Lajos az érzésem szerint megírta azokat a számokat, amiket neki meg kellett írnia. Azokban az időkben csak részben írta meg azokat a számokat, amikor az új illészenekarra működött, tehát az ő másik fölállítású zenekarával működött. Ott is írt szép számokat, de ott valahogy nem jöttek össze azok az eredők, amik az Illésben igen, tehát a szöveg és az előadás tekintetében. Ezért aztán nem is nagyon voltak átütőek. Még a legjobb számok se igazán. És aztán ő magára talált, igaz, elég későn az úgynevezett rendszerváltozás hozta talán ki belőle, vagy talán bátrabb lett, vagy nem tudom én, vagy sok mindent átgondolt, de tény az, hogy most elég sok zenét ír, és nagyobb formátumú dolgokat, vers megzenésítéseket ír, és gyakorlatilag bármilyen furcsa, de ha úgy vesszük, hogy az Illés az egy ősmag volt, akkor tulajdonképpen most mi külön-külön is ugyanazt csináljuk egy másik szinten, mint korábban együtt. Fiam, köszönöm, hogy megszólított legalább egy kicsit. Rájöhetek erre a akármire, mert azt mondják itt az atyafiak, hogy az az ember, aki fára vasat tett, azt nagyon kéne csapni, hogy kitalálta. Különben